Mužský spevácky zbor Viza bude v novembri tohto roku oslavovať ešte len prvé výročie svojho vzniku, napriek tomu sa už teraz môžu chváliť s dosiahnutými úspechmi. A Viza férfi éneklőcsoport még csak ez év novemberében lesz egyéves, de már szép sikerekkel büszkélkedhet. A járási döntőkön való továbbjutás bizonyára mindenkit még jobban ösztönzött arra, hogy a magyar népzenéhez közelebb kerüljön, jobban adja át, többet nyújtson, mint eddig tudott. Ezen produkciók sora bűvöl el ma bennünket, és reméljük, hogy a bíráló bizottság szakavatott tagjait is. A második korcsoport bíráló bizottsága. A zsűri elnöke Ág Tibor. Dobák Katalin, népdalénekes Budapestről. Pap Ágnes, népdalénekes, népdaltanár Budakalászról. Hosszú asztal mellett, Spevácky zbor, ktorého členmi sú Ľudovít Anda, Štefan Birčák, Ľudovít Fazekaš, Ondrej Tárnok, Štefan Tárnok, Alexander Šabök a Štefan Vörös postúpili do finále celoštátnej súťaže ľudovej hudby pod názvom Výbor Pirošská Róža. Az éneklőcsoport, melynek tagjai Anda Lajos, Birčák István, Fazekas Lajos, Tárnok András, Tárnok István, Šabök Sándor és Vörös István, bejutott a Bíbor Piros Szép Rózsa országos népzenei vetélkedő döntőjébe. Súťaž usporiadajú každý druhý rok, na ktorej si zmerávajú svoje vedomosti ľudovej skupiny a solisti z celého národa. Tohto roku je to už po 7 krát, ako sa začala táto súťaž organizovať. A jej cieľom je, aby pokračovala v ideách súťaže Tavasi Sail, a chceli by vytvoriť celoštátne fórum pre ľudové spevácke zbory a spevákov, respektíve pre orchestry. A vetélkedőt két évente rendezik meg, melyen az ország népzenei csoportjai, szólistái mérik összetudásukat. Ez éven már 7. alkalommal került sor a versenyre, melynek célja, hogy tovább vigye a Tavaszi Szél elnevezésű népzenei verseny eszméit, valamint országos fórumot szeretnének biztosítani a népdalkörök és énekesek, illetve zenekarok számára. Skupinka sa ešte v apríli prihlásila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo v Sokolciach a odtiaľ postúpili do semifinála v Ľube, uskutočneného 3. októbra. Spomedzi 36 ľudových skupín a solistov mohlo do finále postúpiť 7 skupín, medzi ktorými bol aj miestny spevácky zbor. Je to výborný výsledok, pretože sa jedná len o nedávno vzniknutý spevácky zbor. Skúšajú 3 až 4 krát do týždňa, k čomu treba usilovnosť a vytrvalosť, ale aj vhodný výber ľudových piesní. Je dôležité vyzdvihnúť, že takéto výsledky v Iži ľudový spevácky súbor ešte nedosiahol. A kis csapat még áprilisban nevezett be a járási fordulóba, melyre Lakszakálason került sor, s innen tovább jutottak az október 3-án Libádon megrendezett elődöntőbe. Az itt szerepelt 36 népdalcsoport és szólista közül 7 csapat kerülhetett be a döntőbe, melyek közt az izsai énekesek is szerepeltek. Ez nagyszerű eredmény, hisz egy nemrég megalakult csoportról van szó. Hetente 3-4 is próbálnak, igyekezet és kitartás kell mindehhez, de nem mellékes a megfelelő népdalok kiválasztása sem. Fontos kiemelni, hogy Izsán ilyen eredményt eddig népdalcsoport még nem ért el. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak alni, fent az égel engedezi. Búza, búza, de szép áll a búza, közelbiben nyílik a piros rózsa, piros rózsa most van levél.
most vagyok szerető nélkül. Piros rózsa most van levél nélkül, én is most vagyok szerető.